sötéli évzárunkat sikerült megtartanunk, vagy épp most tartjuk ugye a Budapest Női Honvéd szakágában. A közösség hál' Istennek, hogy nagyon-nagyon rendben van. Mi arra törekszünk, hogy érezzék a Honvédhoz való kötődésüket ezek a gyerekek. Sikerült ugye majdnem megdupláznunk ugye a létszámunkat a tavalyi fél évhez képest, úgy gondolom ez a nagy eredmény. Ugye próbáltunk most a lányoknak egy olyan évzárót csinálni, ami méltó a Budapest Honvédhoz. Sikerült is, és de magáért beszél a hangulat is. Ami itt mögöttem van, az már egy nagyon nagy vívvány, ami történt a női szekciónkkal, de kicsit részletesebben az első csapattal kezdeném, ugyebár mert mindenhol az első csapat határozza meg az alatta lévő utánpótlásnak a megítélését is egyúttal. Az első csapatunk ugye a tavalyi évhez képest óriási nagy változáson ment keresztül. A játékosoknak a minősége mindenféleképpen előre vetítette azt, hogy itt ebből egy jó szereplés lesz, vagy mi is azt szeretjük volna, hogy jó szereplés legyen. Nagyon sok munkánk van. Amit pár régebben is mondtam, hogy nekünk ugye nagyon nagy ellenfelünk az idő. Nagyon sok mindent szeretnénk megvalósítani, rengeteg területen szeretnénk fejlődést elérni. Minden mozaiknak a helyén kell lenni, úgy gondolom, annak érdekében, hogy a kitűzött céljainkat elérjük. Én úgy gondolom, hogy el fogjuk érni, azért dolgozunk. Jelenleg én azt mondom, hogy ebben a fél évben, amit kitűztünk, mindent sikerült elérnünk, amit szerettünk volna. Hál' Istennek, hogy egyre többen és egyre ügyesebb lányok érkeznek, de hát mosolyogva mondom, hogy 2015-ös, 2016-os kislányokról van szó, akiket mi akarunk bevezetni a foci világába. Nagyon bízom benne, hogy sikerülni is fog. Ez mind valahol a kötődést jelenti, és próbáljuk őket egy picit arra rávezetni, hogy a múltat is egy picikét ismerjék, mert az a Honvéd az egy óriási nagy múltú egyesület, és ezt azért szeretnénk, hogyha ezek a lányok a kicsiktől a nagyokig magukévá tennék, és egy picikét ismernék a történelmünket. Ez elsődleges célunk, az első csapat mellett lévő célunk, hogy az utánpótlásunk létszámát és minőségét, és természetesen a fölfelé államoltatást szeretnénk. A 14-es ügyese az játszon a 16-ba, a 16 ügyese játszon a 19-be, és ez utána egyenes következménye, hogy a 19-esnek meg az ügyese föl tud kerülni az első csapat keretébe. Most ebbe a fél évben ez volt is, mert a Tóth Barbi, a Lőrinc Angi fönt edzettek az első csapattal, meg lettek mérve, és az edzőink, az első csapat edzői tehetségesnek is mondták őket. Természetesen idő kell ahhoz, hogy elérjék az első csapat minőségi szintjét. Vagyis meg kell vernünk az Újpestet, ők is valószínű, hogy nyerni fognak minden meccset, mi is nyerünk, de őket meg kell előznünk, és akkor az álmaink valóra válnak, mert elsők szeretnénk lenni, és jövőre az első ligába szeretnénk az felnőtt csapatot játszatni.